Én viszi a labdát, viszi, vezeti, elfekteti Lébrinkre, nagyon jó, elfekteti a másikat, Turek megfekszik a kapuba, mit megfekszik, kifekszik, eldől, fölborul, és lő, Döcsi, lő, de szól! Beütte! Így van, gratulálunk! Ha beszélsz, nem lesz bajod. Ha nem, agyon csapunk. Válaszhatsz, rohadék! Mami, az a nagy fia, hogy én akarra csapni a tüzet. Nehogy csapja, nehogy csapja! Hé, ebben van valami. Tébb le róla! Ez az! Erezd már el szemét! Add már ide! Uram, könyörgök, segíts! Most aztán könyöröghetsz. Te is oda leszel szegezve a fára. Legyetek szeretettel! Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Szélesvásznú Történelem külön kiadásában. Azért külön kiadás, mert egy országos tévépremiérre készülünk. Legyetek szeretettel, ez a filmsorozatnak a címe, amelyet április 24-től minden hétköznap 20 óra 10 perctől láthatják itt a Hír Televízión 8 részen keresztül. És mai két itt ülő vendégünk nagyon szorosan kapcsolódik a filmsorozathoz. Itt van velünk Brenner János atya testvére, Brenner József atya. Köszönöm szépen és üdvözlöm, atya, dicsértessék a Jézus Krisztust. Illetve itt van a filmsorozat rendezője, Szilágyi Andor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm Önöket én is, és hogyha Brenner Jánosról beszélünk, akkor azért két dolgot én mindenképpen szeretnék megemlíteni. Egyrészt azt, hogy ugyanolyan fiatalon halt meg, mint Petőfi Sándor, 26 évesen, és több készszúrással halt meg, mint annak ide Július Cézár, 32 készszúrás végzett vele. És hogyha azt tekintjük, hogy 7 évesen, ha jól emlékszem, 1938-ban volt ez a kis bemutató, amit itt az előbb a bejátszóban is láttunk, amelyben elhangzott először a szájából az a mondat, hogy legyetek szeretettel, akkor ez tulajdonképpen egyfajta megelőlegezése volt az ő mártíriumának. Ugye Szent Tarzicius történetéről van szó, akit az ókori római katonák, illetve az ókori rómaiak öltek meg pusztán azért, mert keresztény volt. Brenner atya, én önhöz intézném az első kérdést. Ön a Rákosi korszakban, ahogy a két testvére is, a Rákosi korszakban tanult a papi szemináriumban. A mai fiataloknak erről már fogalmuk sincs, hogy milyen volt az, amikor nem volt vallásszabadság, nem volt lelkiismereti és szólásszabadság, és ilyen körülmények között kellett valakinek a papi hivatást magáévá tennie. Meséljen nekünk erről, legyen kedves egy keveset, hogy milyen körülmények között készült ön a papi pályára, a papi hivatásra. Ugye nehéz volt az indulás. Először is nem vettek fel a gimnáziumba, akkor államosították a gimnáziumokat, oda nem vettek fel, mondták, hogy osztály idegen vagyok. Az osztály idegenség azt jelentette, hogy munkásparaszt kormány volt, édesapám pedig értelmiségi volt, mérnök volt, gépészmérnök. Ez volt az első. A második, amikor végeztem a teológián, ez 57-ben volt, abban az évben, amikor a János meggyilkolták. A püspököm azt mondta, hogy most menj föl Pestre az akadémiára hallgatózni, mert még fiatal vagy, 22 éves voltam. És mondtam, jó, még tudok tanulni, és megkaptam a dispozíciót, a helyezést. Mondtam, hogy én úgy is tudom, hogy hova kerülök, Pestre megyek. És kinyitottam, és az volt benne, hogy Bagod Vitenyédre. Ó, ez egy szép falunév, és ez hol van? Azt én sem tudtam, hanem elővettem egy autótérképet, és megnéztem, Zalaegerszeg mellett van. Most Bagodnak hívják. És hát akkor már ugye volt bennünk, mint fiatalok, akkor mi is fiatalkodunk, azért volt bennünk revolúció, és öpülőn mentem le Szombathelyről Zalaegerszegre. És ugye akkor nem tudták a plebánián, hogy honnan jöttem, vagy mivel jöttem. Na most ugye akkor hát akkor kezdődött a szemináriumban, akkor még ajánlott nyugodtan voltunk. Hárman voltunk egyszerre a győri szemináriumban, minden második évben. Utána kezdődött ugye a nehézség, abban az évben, amikor a Jánost meggyilkolták, engem a Gyorskocsi utcába idéztek meg,
és ide kellett jönnöm. Egymás után két nap házkutatást írtam meg, az egyik hát Szombathelyen a szüleim házába. Következő nap Győrbe mentem, és a Győrbe a szemináriumba. 40 ember szállta meg a szemináriumot, és hát mindent végig kutattak, kispapoknak a szobáit, mindent. Tehát ezek elég nehéz idők voltak, és üldözések. Hát a János ugye legrosszabbul járt, minket is üldöztek, de nem ennyire. És miután a János meghalt, akkor azért egy kicsit kiméltek bennünket, testvéreit. Ami azt jelentette, hogy eldugtak egy fél elsőre. 30 évig voltam káplán. És nem kaptam plebániát 30 évig. Igen, ez egy nagyon különleges családi helyzet. Eleve már az, hogy ugye három fiú, mind a három egyaránt pap lesz. Hogyan érte úton önt ez a történet, illetve hogyan születtek meg a fejében azok a képsorok, ami most már ugye a filmben is látható? Hát honnan kezdjem? Tizen nem tudom hány évig küzdködtem, hogy Tóth Ilonka történetét valahogy megzenésítsem, tehát filmre vigyem. Aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy most már el kell engednem azt a történetet, mert ebbe fog belehalni. És akkor rokonok Zalaegerszegen fölhívták a figyelmemet Brenner Jánosra. Ugyanaz a történet, mint az Ilonkái. Azt kell mondanom, ugyanaz a történet. Ez dobta nekem a sors. És örült neki? Örült a feladatnak egyébként? Hát hogyne. Hát csak egy picit kell találkozni János atya szellemiségével, és az ember olyan mélyen megbódul, olyan mélyen átitatódik vele, hogy utána nem tudja elengedni. Hála Istennek, hogy János atya tudott segíteni is. Tehát, hogy abból a kilátástalan helyzetből, ami egy filmkészítőt hosszú kínlódások után nem megy, nem sikerül, aztán a tehetségében is elkezd gondolkodni, a saját megítélésében, stb. Egyszer csak János, hogy kijelölte az utat, és másfél-két éven belül elkészült a film. Csuda. Nézzük meg, igen, hogy hogyan motoroznak a Brenner testvérek a filmben. Igen. Annyira tudtam! Istenem! Fogadj magadhoz! Ez egy ilyen nagyon szép pillanat, amikor ugye azért az, hogy egy atya egy motoron közlekedjen, az ritka jelenség egy. Kettő, pláne, hogy két atya motorozzon, pláne, hogy testvérek, és hogy ugye Brenner atya hátul, ahogy széttárja a kezét, és tulajdonképpen a Jóistenhez szól, valahogy ez így volt, így történt pontosan Brenner atyával ez a jelenet. Hát elképzelem, hogy így volt, mert egy nagy motoros volt a testvérem. Na most ugye jelenleg a papok nem járnak motoron, de akkor nem volt autó. És akkor még motor se volt. A János úgy szerzett motort, hogy valami pártagnak kiutalása volt ez a motor. Pártagnak kiutalták, és a János a kiutalást megvette. Kicsit fölárral, mind amennyibe került a motor, úgy került, és azt irigyelték, egyébként a hatóságok is irigyelték, hogy hitt a nórákra, ezen a motoron tudott járni.
De hát ugye fontos volt neki a motor, hiszen több községet, vagy hát kis falut összefogott gyakorlatilag, és annak volt ő a plébános. Ezt is megpróbálták belekeverni a gyilkossági történetben, hogy a fenyvesi nem elég, hogy a feleségét elszerette János atya, de a motorját sem fizette ki, és ezért a fenyvesi tulajdonképpen bosszúból követte el. De hát ez kútba esett, tehát ez egy pillanatig se állt meg. Tehát ez sok... Ahogy itt említette Andor is, nagyon sok szálon futnak itt az események. Annyira szövevényes, hogy itt erre most kísérletet se teszünk, hogy felgombolítsuk, de azért arról mindenképpen beszélnünk kell, hogy ezért ez nem egy sima film stábnak a munkája, hanem azért kellett rengeteg szatelit, szakértő, kriminológus, egyháztörténész, megemlíthetjük Sós Viktor Attilát, ugye kérdezett emlékezett bizottsága részéről, igen, is segítette a munkátokat. Mit lehet erről tudni, hogy állt össze a csapat? Hát a Sós Viktor Attila és a császár atya, az a két személy, aki a legelső könyvet Brenner Jánosról megírta, a történetéről megírta. Aztán velük nagyon jó kapcsolat alakult ki, tehát a Csaszi atya ő végig kísérte, mint utóbb kiderült, az egyik név is kapcsolatba került vele. Aztán Attilával pedig ilyen egyeztetések volt telefonon keresztül, hogyha valamilyen kérdés fölmerült hirtelen, új információkat kaptunk, akkor mindig vele zártuk rövidre az ügyet, hogy ez valós-e, vagy nem igaz. Megpróbáltuk az összes olyan tört morzsát összeszedni, ami valós. Tehát ebben nem akarok saját magamra hivatkozni, de azt kell mondanom, hogy én csak összeraktam. Tehát én csak összevágtam ezt a történetet, hogy érthetővé lehessen tenni ezt a keszekuszaságot. Igen, ezt a keszekuszaságot egyébként azért akkoriban az Állami Egyházügyi Hivatal, ami 1951 óta létezett, próbálta az összes szálat a saját kezében tartani. Erről is van egyébként egy filmbejátszásunk, és akkor utána még egy pár szót beszélhetünk is róla. Horváth miniszterelvtárs, felébred! Lejön ide! Bepelenkázza a papokat, aztán megy vissza Budapestre. Az országos ügyek, he? Így gondolja, prazsák? Vagy talán jöjjön le az egész minisztérium? Busszal Vasmegyébe minden nap? Megkérni nagyságos Brenner és Kozma papurakat, hogy ugyan már viselkedjenek rendesen. Legyen így? He? Se. Prazsák. Engem ne hívogasson telefonon többet. Én nem tudok más mondani. Oldja meg! Értél, mit mondok? Értem, Redécsi elvtárs. Hát a sötét 50-es évek, erre nem tudok mást mondani, mert gyakorlatilag a legsötétebb bugyrokban evez ez a filmsorozat is, és nyilván Brenner János atyának a története is sajnos ehhez kapcsolódik. Hogyan jött az ötlet, hogy több idősíkon mozogjunk, ugye, mert nem csak az 50-es években vagyunk, hanem gyakorlatilag a mai világban is? Az eredeti elképzelés szerint ez a film ez egy normál méretű, 100 perces film lett volna. Időközben megint csak Brenner atyára kell hivatkoznom, valószínűleg ő intézte el, hogy megjelent egy pályázat, hogy televíziós sorozatot is lehet készíteni a történetből. Na most én nekem ez egy kifejezett ajándék volt, mert abban a 100 percben ezt én nem tudtam. Tehát az lehetetlen volt bele sűríteni, hogy mindenki megértse, mindenki fölfogja, mindenki előtt tiszta legyen a kép, senkinek ne legyenek kérdései a film megtekintése után, hogy akkor az mégis hogy lehetett. Úgyhogy megragadtam az alkalmat, és akkor ez így lett 6,5-7 órás film. Tehát én gyakorlatilag megint századszor is azt kell mondanom, hogy János atya segítségével sikerült bele televíziós sorozatot készíteni. Ugye 2022-es az egyik idősik a négy közül, amikor is egy influencer elkezd nyomozni János atya tragédiája után. Ez kifejezetten azért került a belefilmbe, hogy a fiatalokat is megszólítsák, mert azért őhozzájuk így lehet talán egy kicsit, legalábbis ezt én így érzem, közelebb kerülni. Egyrészt emiatt van benne, be kell vallanom, hogy igen. Remélem, hogy a fiatalok figyelmét is valamilyen szinten ez fölkelti.
emészthetővé, könnyebben megnézhetővé válik a film ezáltal. De a másik pedig az, hogy szerettem volna azért a nézőket kizökkenteni abból a nagyon kényelmes fotelben üldögélő státuszból. Nézek egy filmet, gyakorlatilag tudom a végét is, hogy a Brenner Jánost megölik. Azt is tudom, hogy van benne valami defektes dolog a pártállam, hogy az is kavar jobbra-balra. Álljunk meg egy pillanatra, jöjjön el a youtuber, kérdezze meg a állandó kísérőjét, Schäfer atyát, hogy itt most mi is történik, vagy mi is történt akkor, és hogyan nézünk arra a világra vissza. Szóval jól értem, hogy Klamerusék abszolút érzékelték, hogy Fenyvesi a kiszemelt gyilkos. Nem érkezett meg Sam Gotthardra. Bingo! Így, ahogy mondod. És ennek ellenére nem állítják le az akciót? Nem. De miért? Logisztikai törvény. Logisztikai törvény? Létezik egy olyan pont minden akcióban, amikor már nem érdemes változtatni, mert nagyobb veszteséggel járna. Kockáztatni kell. Tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy azok nyomoztak, akik gyilkoltak. Tehát ők, a gyilkosok, keresték a gyilkos. És bocsánat, hogy közülök, de felejtsd a szabát, még azt is számol, még az is érdekes volt, hogy tulajdonképpen akik az áldozatai voltak Brenner János mellett, tehát a családtagok, még azok is kérdőre lettek vonva. Hát kétszer voltam a rendőrségre citálva, kétszer. A testvérem az egyszer. És minket is úgy bántak velünk, a testvéreivel, mint valami gyanúsítottal. Az én öcsém hivatása gyakorlása közben halt meg. Ezzel minimum kiérdemelte azt az emberi tiszteletet, amelyet csak a legkiválóbbak kaphatnak meg itt a földön. Az ördögnek tudja, nem azok az emberek kellenek, akik nagy szájúak, hőzöngérek. Az ördög mindig tudja, hogy ki az a jó ember, akire neki rá kell mennie. És az mindig úgy van, hogy akik elesnek, vagy akiket megölnek, azok azért halnak meg, mert a gonosz nagyon jól tudja, hogy ki az ő igazi ellensége. És kit kell neki sürgősen elintéznie. Nekem is a kisebbi köcsémnek, tudja, nem vér és test ellen van tusakodásunk. És fájdalmasan tragikus, hogy ebben a sötétség erőivel vívott évezredes harcban most fivérünket kellett elveszítenünk. Na most ugye az első, amit a papoknál világos, hogy nőügyet kerestek. Az nem sikerült. Utána kerestek egy gyilkost, akit kétszer halálra ítéltek. Ugye Budapesten azt megsemmisítették az egészet, és bent van a filmben is, hogy kapott pénzt, ugye fájdalomdíjat. Akkor 8 évig nem volt gyilkos. És 8 év után szedték elő azt a fiút, aki kihívta Jánost, és azt ítélték el gyilkosságot. Gócán Tiborról beszélünk. Igen. És itt mindig egy embert kerestek. És nem egy ember volt. Én magam tudok 8 emberről, aki ott volt. 60 év alatt tudom, hogy 8 ember kik voltak ott. Adódik a kérdés, ezek közül él még valaki egyébként a gyilkosok közül? Nem, senki. Senki. Csak ugye ezeknek a nevét nem lehet emlegetni, mert nincsenek elítélve. Hát ők voltak, akik nyomoztak, nincsenek elítélve. Tehát a nevüket nem emlegethet. De mondjuk a rendszerváltás után azért még lehetett volna arra terelni az ügyet, az ügyek folyását? Nem, hogy... akkor már elmúlott 31 néhány év, és nem lehet. És ezek elévülnek? Nem lehetett, úgy elévült, igen. Értem. Brenner atya mit gondol, hogy miért pont a testvére lett ennek az egész rendszernek az áldozata? Azt a rendőrség írta meg papírval róla, hogy azért kellett meghalnia, mert az ifjúsággal foglalkoztak. Akkor ugye az ifjúsággal csak a KISZ meg az úttörő foglalkozhatott. És le van írva a rendőrség írásban, hogy állandóan a plebánián voltak a fiatalok.
A filmnek van egy ilyen utalása arra, hogy nem csak Brenner Jánosra emlékezzünk, hanem azokra a kollégákra, papokra, akik szintén ebben az időszakban haltak meg, voltak számosan. Tehát azt hiszem 14-15 annyit én, papot, én nem 1957-ben csak, 1957-ben hatal haltak. Hatal meg. Tehát, hogy abban a rövid. Tudok meg a János. Igen. Tehát egy hét differenciával őskün is agyonütöttek valakit, tehát ment ez rendesen. Bár én azt gondolom, hogy nyilván az atyának nehéz volt ezt a sorozatot valószínűleg Véli végignézni, hiszen a testvéréről szól. Ugye én most 66 év azóta eltelt, 66 év. Eleinte, mikor 89-ben meg kellett szólalnom, akkor alig tudtam megszólalni. De most már ugye annyi helyen beszéltem róla, és ja, meg a végeredményben a film jól mutatja be a dolgot. Beszéltünk a testvérekről, de azért nem menjünk el szó nélkül a szülők szerepéről. Hát a szülők oda voltak. Jó apám, hogy dolgozták föl az önök? Jó apám három év múlva meghalt. Három év múlva. Édesanyámnak az volt az elve, hogy nektek, akkor ketten maradtunk, ugye nektek még szükségetek van rám. Tehát ő neki ez volt a filozófiája. És én édesanyámmal együtt voltam 30 néhány évig. Hogy ne legyen ennyire szomorú a vége, 2018. május 1-e is eljött. Igen. És boldogávatták Brenner János Anasztázt. És az a kérdésem, és ezt mind a kettőjüknek szól ez a kérdés, mennyire érzik azt, hogy akár a film igazságot tud szolgáltatni Brenner János emlékének, illetve maga a boldogávatás mennyire tesz igazságot? Hát ez világos. Az ő jelmondata az volt, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Tehát kegyetlenül meggyilkolták, de a javára válott, mert boldogan hatták, és boldog. Magyarul az örök életet kaptam. Ez világos. Ugye az örök élet, hogy mi különbség a vallásos ember, meg a vallástalan, nem az, hogy templomba jár, meg hogy szeretetet gyakorol, hanem hogy hiszi a föltámadásba, vagy nem. Ez a lényege a hívő embernek. Reméljük, hogy ez a film is majd oda fog bennünket vezetni. Ez így van, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk. Mi köszönjük. Köszönjük. Mi is köszönjük szépen. Önök a Széles Vásznú Történelem külön kiadásának első részét látták. A szünet után itt lesz velünk Jámbor Nándor, aki a címszerepet alakítja, és Csóra Gábor, velük beszélgetünk majd. És ne feledjék, április 24-től minden hétköznap 20 óra 10 perctől országos tévépremiér Legyetek szeretettel. A Hír Televízión láthatják a 8 részes tévéfilmsorozatot, úgyhogy akkor is nézzék a Hír TV-t, és a szünet után pedig tartsanak velünk. Köszöntjük Önöket itt a szünet után, folytatjuk a Széles Vásznú Történelem külön kiadását. Tudják, azért külön kiadás, mert a 2023-ban itt a Hír Televízión lesz országos tévé premierje a Legyetek szeretettel című tévéfilm sorozatnak. Április 24-től 20 óra 10 perctől láthatják itt a Hír TV-n. És itt van már velünk két vendégünk, akiknek nagyon fontos szerepük van a sorozatban. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. ABC sorrendben először Csőre Gábor, Jászai Mari Díjas színművészt, illetve Jámbor Nándort, szintén színművészt, aki egyébként a boldog Brenner János címszereplője is egyben. Adódik a kérdés egyébként, hogy egy ilyen karizmatikus személyiséget hogyan kell megformálni. Fiatalkorod talán dacára, de egyébként meg tudjuk, hogy Brenner János is 26 évesen halt meg. Hogyan álltál neki a szerep megformálásához? Szerintem nincsen erre bevált recept, ráadásul nekem ez az első filmem volt, tehát még előtte kamera előtt se álltam nagyon, úgyhogy nagyban támaszkodtam Tóth Zsolt operatőrre és Szilágyi Andor rendezőre, de annyit egyébként a kollégák is igyekeztek átadni, mint első filmesnek, hogy nem kell sok tulajdonképpen, tehát minél spontánabb, természetesebb tudok lenni a kamera előtt, annál jobban átüt majd az a személyiség, akit nekem meg kell tudni formálni. Mennyire okozott nektek egyébként nehézséget, akár Gáborhoz el is intézhetem a kérdést, hogy egy ennyire komoly és tulajdonképpen tragikus témáról készült egy 8 részes sorozat? Hogy álltatok így a forrásra? Alapvetően ugye erről a témáról keveset beszélünk. Talán ha jól emlékszem, az idős tovább, talán ez a második
ilyen film, amiről fel tudom idézni most, de lehet, hogy nem igaz az agyamban, hogy készült. És csak visszatérve egyébként, amit a Nándi mondott, hogy a dologban az egyszerűség a lényeg, tehát hogy amikor hozzááll egy ilyen szerephez az ember, akár az én, ugye az én gonosz vagyok, de hát én nem így született meg ez a figura, hogy gonosz. A kor, és ez a korszellem, és ez a rengeteg körülmény kényszerítette azzá, hogy ő ilyen legyen, persze nyilvánvalóan. És a Nándi figurája az meg egyszerűen csak van. A jó emberek sem jó emberek úgy, hogy közben énekelnek a mezőn, és jó emberek, vagy a szentek sem úgy szentek, hogy szenteskednek, mert ez már azzá lesz, hanem egyszerűen csak él, és a hitét közvetíti, és a cselekedete. Ugye mondják, hogy az cselekedetei határozzák meg az embert. Nándi, ugye egy papnak a története, vagy életútja, az mindenképpen egy speciális és különleges életút, itt egy nagyon rövid életúttal néztél szembe. Nézzük meg majd egy bejátszott, Brenner János az őszinte imáról beszél egy ilyen kis részletet a filmből, és utána majd ezzel kapcsolatban kérdezni. Az egyik kórházban egy kislány veszélyes műtét előtt állt. Amikor az orvos azt mondta neki, hogy most az altatás következik, a kislány azt válaszolta, neki elalvás előtt feltétlen imádkoznia kell. A műtő személyzete néma csöndben hallgatta végig a kislány imáját. Az orvos később megvallotta, hogy 30 év után azon az éjszakán kezdett el újra imádkozni. A kislánytól tanulta meg az ima fontosságát. Mert az ima szépsége abban rejlik, hogy felemeli az ember lelkét. Nem tör össze, nem aláz meg. Nem kényszerít emberi méltóságon feladására. Éppen ellenkezőleg. A Teremtő Istennel egyesít és kapcsol össze. A hétköznapok sekélyes posványából a lélek napsütötte verőfényes magaslataira emel. És milyen szép is minden, a béke, a megnyugvás, a szeretet tiszta magaslatairól. Még fájdalmaink vége nincs mezői, szenvedéseink óceánjai, kínjaink dübörgő planétája is megnyugszik az ima idejére. Szóval, hogy ahhoz kapcsolódna a kérdésem, illetve abból indulna ki, hogy mennyire érezted szerencsésnek azt, hogy mondjuk egy papnak a történetét első filmes színészként alakíthattad, mennyire okozott neked ez talán, vagy mennyire volt ez előny a számodra, és okozott egy könnyebbséget a szerep megformálásánál, vagy ha úgy érezted, mennyire volt nehézség? Kicsit messziről indítok, amikor először találkoztam a Brenner Jánosnak a történetével, az ugye a felhívás után, a casting felhívás után történt meg, pedig akkor én már körülbelül 7-8 éve Szombathelyen éltem, és hallottam ezt a nevet, de nem voltam tisztában a név mögötti történettel. És akkor a vonaton, amikor mentem a castingra, gyorsan utána kerestem, és utána olvastam, és szembe jött velem a János atyának az arca, és egy pillanatra én is így oda kaptam a fejemet, hogy hát annyira hasonlít az arca az enyémre, és egy ilyen nagyon furcsa érzés volt, és onnantól kezdve szerintem egészen a forgatás végéig kitartott bennem az, hogy nekem ezzel a történettel most dolgom lesz. És szerencsémre Andor is így gondolta, és utána már színészként is kihívást láttam abban, hogy én ilyen hosszan foglalkozhatom ezzel a témával, és a felkészülésben minden, ami vallási témájú, vagy egyházi témájú volt, abban nekem nagy segítségemre voltak papok, Brenner József atya, János atyának testvére, Bodor Kós Imre atya, és ezeknek az utánajárása, tehát szépen eljártam latin misére, a ferencesekhez, volt benne saját utánajárásom is, nyilván egy óriási fába vágtam a fejszímet, amikor elkezdtem a Bibliát, felütöttem, és akkor előről szépen elkezdtem olvasgatni, és amit a magam számára fontosnak éreztem, azt kijegyzeteltem belőle. És a praktikus részében, hogy hogyan zajlik egy mise, vagy hogy mit viseltek, abban pedig a segítségemre voltak, és megtanultam.
És említetted, hogy a templomba járt, ezt pont akartam is kérdezni, és ellestél egyébként mozdulatokat a papoktól, amikor... A hangvételt például, tehát arra próbáltam, mert tehát ugye ezek tulajdonképpen koreográfiák, egy-egy dolog, tehát olyan óriási szabadság nincs a papoknak sem benne. És nyilván én egy hangvételt kerestem, és azzal próbálkoztam, hogy ebből a koreográfiából én hogyan tudom ezt valahogy karizmatikusan átadni. Volt egyébként a forgatáson olyan, hogy meghívtatok egy papot, aki kvázi megnézte, hogy te hogyan is adsz elő egy templomban? Hát nem is kellett meghívni őket, ők ugye otthon voltak, és segítettek, igen, tehát volt olyan, hogy bármivel fordulhattam hozzájuk, és a végén az a megtiszteltetés ért, hogyha csak viccből is, de kollégának szólítottak. Gábor, te mennyire érzed előnynek azt, hogyha egy színész bekerül egy filmsorozatba? Ugye azért manapság a filmsorozatoknak nagyon nagy divatja van, főleg talán a koronavírus miatt. Egyébként hál' Isten. Csak az, ugye most, ha a filmsorozatról beszélünk, régen, amikor én kezdtem a pályámat, akkor nem volt. És hál' Isten, hogy egyébként egy ilyen sorozat is tud készülni, azért tegyük hozzá, hogy Brenner János atyáról szól, és minden, ami ez róla körülötted, de egyébként ez egy nagyon jó nyelvezettel eltalált, nagyon jó forgatókönyvvel eltalált sorozat, mert miről is szól? Van egy blogger? Mi a? YouTuber. Na, ezt nem tudom én már. Igen, tehát hogy most, bocsánat, de nagyon divatos módon van a tálalása, ha nem tudom, hogy ez a jó szó-e, tehát nagyon jó sorozatszerűen van tálalva egy olyan kemény sztori, ami hát, hogy finoman fogalmazzak is, vesén és májon és szívbe markolóan csap. De közben pedig egy nagyon jó tálalás, és hát nagyon jó, hogy sorozatot kapott, nem csak egy filmet, tehát én szépen van elhúzva. És nyilván van benne egy nagyon erős korrajz, ugye beszéltünk ezekről a 50-es évekről. Mennyire adtátok át magatoknak mondjuk az 50-es éveknek a hangulatát, hogy kellett-e nektek ehhez valamit hozzáolvasni, vagy a forgatókönyv ez kiindulásnak jó volt? Most csak a történelmi hátterre gondolok. Mondom én. Én nagyon szeretem a történelmet, nagyon sokat olvasok róla, és mániákos Rubikon olvasó vagyok, meg hát nekünk a családban, és egyébként a családom az Veszprém Vas, tehát ez a környék, és nagyon szeretem a történelmet, és ilyen szempontból nekem olyan sokat nem kellett, de egyébként azért, amikor fölveszed ezeket a jelmezeket, most csak színészként mondom, fölveszed ezeket a jelmezeket, amik most már jelmezek, közben a nagyanyáit hordták, meg a nagyapáit, fölveszel egy olyan csizmát, amin a nagyapádon volt szorít, csíp, rúg, harap, és belelépsz a sárba, a döngölt földű észébe, szóval azért ott vagy. Szóval meg az a cigarettázni is lehetett egyébként. Tehát, hogy száll a szalonna, a nem tudom, valahogy egyszerűen, hogy puff, így belekerülsz. Nandi, neked? Abszolút egyetértek, tehát engem is tulajdonképpen, hogy felhúztam a reverendát, és megcsapott a tömjén füst tulajdonképpen, és akkor onnantól kezdve, nem tudom, megvolt körülöttem az az atmoszféra, vagy az a millió, ami engem nagyban segített ahhoz, hogy meg tudjam formálni a szerepet. És ugye az 50-es években ez is egy pici utána járást igényelt, ugye még más volt például a miserend, és például háttal miserészte. Latinul beszélt. Igen. És tulajdonképpen maga az, hogy ugye autentikus helyszíneken forgattunk, tehát mindent igyekeztünk ott felvenni, ahol az történt, az valóban megidézte az 50-es éveknek ezt a sötét atmoszféráját is. Ugye Gábor, úgy ültök itt egymás mellett, hogy egy kicsit profanizálni szeretném, hogy ördög is angyal, de természetesen azért ez csak kis megszólítás, igaz, hiszen téged a körülmények tettek azzá, amivé lettél. Tóka Ferencet alakítod ebben a filmben. Mit lehet erről tudni, anélkül, hogy túlságosan is spoilereznénk a filmet? Hát, anélkül, hogy spoilerezném a filmet, van ő neki problémája a világgal, meg van ő neki problémája az egyházzal, meg egyáltalában véve a szegénységével, de nem feltétlenül mászna ő ebbe bele, hanem
ha nem tolnák előre. Ő ennél gyávább, és talán ez a gyávasága is már nem úgy gyáva, hogy gyáva, hanem ez a fajta, mert gyáva ellenállni is ennek a dolognak, ez tolja őt az erkölcsi szakadék szélére. Azt kell mondjam, hogy ő is áldozata ennek az egész sztorinak, és a valódi gyilkosok, ahogy ott sem, később sem bűnhődnek. Nézzük meg azt a részt, amikor Tókát ráveszik a beismerésre. Hol az arany Tóka? Miféle arany, Klamerusz Eftár? Tóka. Tóka, tudod te azt, amit kitörtetek a szájukból? Kinek a szájából? Akiket beledobtatok ide, te hullarabló. Én nem tudom, miről beszélnek az eltársak. És a kutya? Az hazudik? Azt én nem mondtam, kérem. Hát mit mondtál? Csak azt mondtam, hogy az a kalap nem az enyém. Hát ki? Azt én nem tudom, csak hogy nekem soha nem volt olyan kalapom. És a kés? Késed se volt? De nem volt. Akkor mivel ölted meg? Kicsodát? Hát a papot, akit agyon szurkáltál. Én? Te. Te meg a feleséged. Vagy az asszonyt, azt ne keverjük bele? Hát azt nagyon nem kéne, kérem meg, hát ott vannak a gyerekek is. Ez a beszéd, Tóka, felállni. Azért itt belecsöppentünk a történelem legsötétebb bugyraiba. 1957-58-ban, 57-ben volt Brenner János ellen. Igen. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy tömeggyilkosság, mert egy tömeg ugrott egyetlen, igen, egy védtelen emberre. De azért, hogyha ennél a jelenetnél maradunk egy kicsit és elgondolkodunk, azért óhatatlanul választás elé került Tóka Ferenc, és azért látjuk azt, hogy mennyire, hát nagyon finoman szeretnék fogalmazni, mennyire galád volt az akkori rendszer, hogy nem hagyott nagyon választást neked. Nyilván, és hány ilyen emberrel? És nem te voltál az egyetlen, persze, ez egy prototípusa volt ennek a szituációnak. Igen. Nem volt nehéz ezt eljátszani, ezt a karaktert, Gábor? Hát, nézd, nagyon sokat adott a szöveg, meg nagyon sokat ad a történet, meg tehát azért egy színész ilyen bizonyos szempontból egyedül van, bizonyos szempontból nincs egyedül, mert ott van neki a rendező, meg ott vannak neki a, most ha most csak szakmailag nézzük, azért most, ha megfordítjuk a kamerát, és az én kamerámból nézed ezt a három rettenetet, akik a kollégáim is játsszák, nem olyan nehéz. Most miattuk azt a szituációt megoldani. Én arra gondolok, hogy ugye mind a kettő esetben, szerintem Nándi nálad is, és Gábor nálad is, borzasztóan azonosulni kellett, amennyire csak lehetett, ezekkel a karakterekkel az első pillanattól kezdve, hiszen akkor tud ez igazán hiteles lenni, ha valamennyire ezek azon, itt ott megszületett mondatok, és valahogy úgy legbelülről jönnek az embernek a lelke legmélyéről, de mégis a te karaktered, azért ez egy olyan karakter, amivel nagyon nehéz Isten igazából úgy azonosulni, bele lehet bújni nyilván színészként, de hogy mennyire lehet ezzel azért valamennyire azonosulni, akár egy forgatás erejéig? Nézd, nem, lehet, hogy én vagyok a hibás, vagy bennem van a hiba, de hogy egyébként, tehát ilyen szempontból tehát mi mindannyian esendőek vagyunk. Ha mindannyian Brenner Jánosok lennénk, akkor ő nem halt volna meg. Tehát azért mindenki megtalálja magában, ha nagyon mélyre ás, azt a Tókát, meg azt a másikat, azt a Júdást, és azt a harmadikat, és azt, akik vagyunk. A rendező instrukciókat hogyan lehetett profanizálni? Mert azért végül is, akárhogy is nézzük, Brenner János elindult a Szent Javatás útján, most az első lépcső a Boldogávatás, aztán szerintem egy-két évtized ismerve az Office Egyház mechanizmusait, és szent lesz. Tehát meg lehet azt csinálni, majd, hogy nem pályakezdő színészként, hogy egy ilyen később szentélvatandó embert megformáz, és mennyire kell hagyatkozni a rendezőre, amit itt az előbb a Gábor is említett? Hát
hogyha egy pillanatnyi őszinteséget megengedek magamnak, mert pedig megengedek, én nyilvánvalóan nem vagyok szent. És a közelében sem érek a János atyának a tisztaságának. Ugyanakkor ezt a szerepet muszáj valahogy átrostálnom saját magamon, és nyilván ezzel a munkával párbeszédbe kerülök tulajdonképpen a János atyával is, vagy az ő életútjával, és vannak bizonyos ütközési pontok, amikre ez a szerep mondjuk felhívja a figyelmemet. És egész biztos, hogy elindít bennem változásokat, vagy elkezdek valamiről másként gondolkodni, és ez, és én azt abban bízom, hogy azokkal a helyzetekkel, amiket felvettünk, és azokon a helyzeteken belül én ezt valamilyen szinten hitelesen tudom közvetíteni, én ezt éreztem feladatom. Hát ez a lényeg, hiszen a színésznek akkor van jó dolga, akkor végezte jól a munkát, hogyha ezt érzi. Én amikor megnéztem a filmet, akkor bevallom, hogy feldúlt egy kicsit. Abszolút én is ezt a feldúltságot és felindultságot éreztem tulajdonképpen, és valóban nagyon jogosnak éreztem a forgatókönyvnek a probléma felvetését, hogy ez is egy olyan fejezete a történelmünknek, ami nincsen kellőképpen kibeszélve tulajdonképpen, és ezért, és közben a forgatáson ugye nagyon sok helyi emberrel találkoztam, olyanokkal is, akik ismerték a János atyát, és amiért igazán fontossá vált ez a forgatás, az igazából ők lettek miattuk, hogy egy pillanatra fellélegezhessenek, és ezt a traumát, amit ők évtizedeken keresztül hurcoltak magukban, mert erről nem lehetett beszélni, de még suttogni se nagyon, akkor ők valami fajta méltányosságot, vagy igazságot kapjanak. Gábor, Nándi, egy-egy gondolatot mondjatok nekem így a beszélgetés végén, ami esetleg nektek maradandó volt a forgatással kapcsolatban. Hát én elmondtam már máshol is, hogy bizonyos szempontból a szűkebb pátriámba mentem haza, kicsit máshova, de Vas megyének gyönyörű tájai vannak amúgy is. Én a Síkabban voltam gyerek, ez meg egy kicsit a dombosabb. De aki elmegy arra a vidékre, az, és amikor a forgatáson megjelentem, akkor, és először szembesültem azzal, hogy hol is vagyunk, akkor akár János atyának köszönhetően, akár a Jóisten teremtésének, de egy emelkedett vidéken, egy emelkedett tájon voltunk, egy emelkedett környezetben, és most nem akarok nagy szavakat használni, de ez is segítette talán minden egyes fa, minden egyes bokor, és minden egyes ember, aki ott él és gondol rá, az, hogy ez a film így összejöjjön. Nandi? Így igaz. Köszi. Hát szerintem én beleszerettem ebbe a mondatba, hogy legyetek szeretettel. Szerintem ez egy nagyon egyszerű mondat, ami egy nagyon erős igazságot tartalmaz, amit hogyha elkezdünk a hétköznapjainkban alkalmazni, van nyitottságunk arra, hogy odafigyeljünk ennek a mondatnak az erejére és az üzenetére, akkor nekem van hitem abban, hogy egy szebb és jobb világban élhetünk együtt. Köszönjük szépen ennél jobb véget. Köszönjük szépen. Akkor is akarattunk volna. Köszönjük, hogy eljöttetek hozzá. Legyetek szeretettel. Ez volt a Széles Vásznó Történelem külön kiadása. Még egyszer felhívom nézőink figyelmét, hogy április 24-től a Hír Televízión 20:10-től kezdve megnézhetik önök is a Legyetek Szeretettel című 8 részes tévéfilm sorozatot minden hétköznap este, tehát 20:10-kor nézzék végig, és reméljük, hogy önökre is ilyen nagy hatással lesz. Legyenek szeretettel, legyetek szeretettel, nézzék a Hír TV-n. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra. Viszontlátásra.